Az elmúlt évekhez hasonlóan Mezőkövesd város önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Idén is megszervezi a városi adventi gyertyagyújtásokat. Az első november 30-án megrendezett ünnepségnek a Szent László templom előtti tér adott otthont. Az eseményen elsőként a Móra Ferenc úti Tagovoda óvodásai mutatták be Oscar Wilde Boldog Herceg című történetét, amelyet Lázár Endréné, Gyetvainé Fűtő Erika óvodapedagógusok és Pál Lászlóné Dajka tanított be a gyerekeknek. A műsorban Mózer Attila, a művészeti iskola művésztanára kísérte az óvodásokat. Az ünnepségen a Mező Ferenc tagiskola harmadik évfolyamos tanulóinak műsorát is megtekinthette a közönség, akik a négy adventi gyertya üzenetét dolgozták fel előadásukban. A diákokat Lukácsné Pólik Mária és Kertész Jánosné készítette fel. A műsor keretében dr. Medvegy János plébános apát megáltotta a Matyó Kert Barátklub Egyesület által készített adventi koszorút. A közös imádság után dr. Medvegy János meggyújtotta az első, a hitet jelképező gyertyát. Az első adventi gyertyagyújtás keretében felkapcsolták a város ünnepi fényeit is. Az esemény végén pedig forró teával és forralt borral várták a mezőkövesdieket. Vasárnap este az 1 millió csillag a szegényekért akció keretében a mezőkövesdi Caritas adománygyűjtést szervezett a rászorulók számára. Emellett a Caritas várja a tartós élelmiszer felajánlásokat is, amellyel szintén a rászoruló nehéz körülmények között élő családokon segítenek majd. A következő adventi gyertyagyújtás december 7-én lesz 16 órától a Szent László templom előtt.